Barbi vagyok, ismét hoztam nektek egy elfogytak videót. Fogadjátok szeretettel. Az első, amit szeretnék mutatni, az a Frosnak, ez a repce olajból készült gyertyájának a, hát a kartonját tudom így mutatni nektek. Nagyon szerettem ugye az illatgyertyákat, és ez növényi alapú, és sokkal egészségesebb, mint a parafinos társaik. Van belőle alma és vanília illat, mind a kettő nagyon finom. De igen, a Rossmannban is lehetett kapni, mostanában a bioboltban szoktam beszerezni, mert ott még mindig elérhető. Úgyhogy ha gondoljátok, majd csekkoljátok, és próbáljátok ki, aztán mondjátok fel, hogy mik a tapasztalataitok. Van itt még három füstölő, ebből kettő nagyon régi, biztos lehet még ilyeneket kapni. Ez egy szantálos volt, de nagyon szép a dobozza is, ilyen kis elefántok vannak rajta. Külön az illata, ezeket még régen vettem. Csak most fogytak el, mert ugye utána elkezdtem olyanokat használni, amik egészségesebb összetevőkből állnak, és ezért ezek így mindig hátrébb sorolódtak. Valamint van egy ilyen violet, ez egy ibolya illatú, kicsit ibolya illatú füstölő. Ez is kellemes illatú, de ugye nekem a favoritom az, ami most ismét elfogyott, ez a Golden Masala Nag Chandan, remélem jól mondom a nevét. Ennek eszméletlen jó illata van, természetes összetevői vannak, gyógynövényekből, fűszerekből, mézből, virágporból, ilyenekből készül, és nagyon, engem mindig megnyugtat, amikor meggyújtok egy füstölőt, és így szobának az illatát így átjárja, és egy ilyen nagyon, nagyon kellemes illat lesz, szóval én azért szeretem ezt a füstölőt. Következő az egy ilyen, mondjuk a fa dezodor, nagyon ritkán használok ugye ilyesmit, és amikor volt akcióba, akkor bevásároltam, és megtetszett, és azóta az újra vásároltam. Ez egy alumínium sómentes fadezodor. Érdemes figyelni, mert vannak olyan darabjaik, amik viszont alumínium sót tartalmaznak, és ugyanúgy néz ki a csomagolás, többi, nyilván nincs elég, hogy alumínium sómentes. És van olyan, aminek sokkal jobb illata van, de nyilván az alumínium só miatt mondjuk nem azt választanám. Egyébként egész jó illata van, azt írja, hogy muru-muru virág illata van. Amazoniai Spirit a neve. Szerintem egynek jó, kellemes, melegbe, edzés után sokkal hatékonyabbnak érzem. Elfogyott egy acetonos, mülleres körömlak lemosom. Nem is tudom, hogy lehet-e még ilyet kapni, ez már annyira régi. De elfogyott, és mondottam, bemutatom nektek ezt is. Nyilván ebben semmi extra nincsen. Sima körömlak lemosó volt, annyi csak, hogy acetonos, én azt jobban szeretem, mint az acetonmenteset. Valami itt a kedvenc arcmaszkom, a Garniernek ez a Aqua Bomb, amit nagyon szeretek, ebből is az utcsó volt. Hát, szuper volt, végre rászántam magam, hogy elhasználom, mert ugye mindig halogattam, hogy még kitartson sokáig, de nagyon jó volt, jót tett a bőrömnek. Elképzelhető, hogy majd újra fogom venni. Akkor itt van a Body Shopnak az Epres kis kézkrémje. Ezeket mindig berakom a táskába, és ha kiszállt a kezem, vagy csak úgy az illata miatt, akkor bekerem egy picit a kéz felső részét, a kezem felső részét, és akkor ilyen kis aromaterápiáson is tud működni. A következő az egy Yves Rocher-s arckrém. Ez a mindjárt mondom, gél krém. Szerintem ez egy ebből kétfélet is szoktam venni. Ez a normál és vegyes bőre van, úgyhogy ez a gélesebb állagú krém volt. Én ezeket nagyon szeretem, ugye nincs bennük SPF, amit sajnálok, de magát a krémet szeretem, könnyen beszívódik. Tudom ajánlani nektek is, ha van kedvetek kipróbálni. Akcióba vettem, akkor fél áron volt, úgyhogy még egész baráti is az ára. Valamint itt van egy elfogyott, egy mangós, korianderes Yves Rocher tusfürdő. Ezt is nagyon szerettem, gyakorlatilag mindig mangósat választok, szerintem az esetek 97%-ában. Ez is nagyon jó, nagyon sokféle illatú van. Időben a kávés is tetszett, és volt, hogy azt kézmosóba raktam, bár szerintem annak picit azért drága, mert akkor ugye sok kézmosásnál érződik az a finom krémes kávé illat. Úgyhogy azt is ajánlom, hogyha esetleg még nem szagoltátok, vagy nem próbáltátok, hogy érdemes megnézni a boltba, aztán ha tetszik, akkor esetleg ti is olyat választotok. Valamint van itt még egy Rossmannos, egy Q10-es szem alatti ráncokat csökkentő egy kis tapasz.
ez is nagyon jó, ez egy ilyen kartonban van, és van benne talán 6 darab. És csak néha szoktam használni, ilyen havonta egyszer, de tényleg egy picit azért úgy frissíti ezt a részt. És az olyan jó érzés. Jobban szerettem, mint a szemlánc krémet keregetni. Bocsánat, elszabadult a doboz. Van még itt pár fogkrémes dolog. Van egy Himalája herbászos. Ez egy ilyen dupla csomag volt, vagy hát egy ilyen 50 g volt ajándékban 100 g-os mellé. Ez egy jó ajánlat volt, ezt azért vettem meg a nagyobb csomagot. Ez még fluoridos. Ugye ez is érdekes, a Himalája herbászos is van fluoridos, meg fluoridmentes fogkréme is. Ugyanúgy Himalája herbászos, szóval lehet, hogy valaki még erre nem is figyelt. Itt van egy másik, ez a fehérítős típusú. Ez is finom. Bár ugye ezeknek azért mentolos íze van, szóval kenyér nem kell, ilyen mentoltanak nem ajánlom. Illetve itt egy Active White, egy másik fajta fehérítős. Egyébként ennek van igazi mentol íze, ellen akkor nem figyeltünk, azzal éve fereskél, iszonyatosan mentolos, és mivel én nem szeretem a nagyon mentolos dolgokat, hát szóval nekem ez nem jött be, de erről nyilván nem a fogkrém, tehát. Valamint van itt még egy, ebből nem fog sok látszani, de azért megmutatom. Az egyik ilyen ura proxos fogkefém. Hát reméljük, hogy abból talán a Swiss Oracle, abból talán ki lehet deríteni. Ez egy nagyon jó puha fogkefe volt. Nekem nagyon tetszik, teljesen jól tisztít. Igaz, hogy műanyag, úgyhogy ez egy hátránya. De nagyon jó, nem vérzik tőle az íny. Sokkal jobb, szerintem jobban megéri, még ha tegyük fel, hogy nem három havonta cserélsz fogkefét, hanem mondjuk picit ritkábban, de nyilván kitisztítod, akkor szerintem lehet, hogy árban mindig jobban megéri, mint az olcsókapat venni, amik szedik a fogat, vagy a fogint pontosabban. És végül van itt még egy kedvenc, a Bilka fogkrém. Ezt a Rossmannban meg a DM-ben nem lehet kapni, ez bioboltos volt, mert hogy magát a fogkrém típus lehet, csak ezt az ízesítést nem, ez mastia kivonatot tartalmaz, ami elmondjuk mindjárt miért, jó? Azt mondja, a görög Kiosz szigeten növő mastia fa gyantájából nyerik ki, és amelynek bizonyított antibakteriális hatása van. Szerintem egy tök jó fogkrém volt. Nekem nagyon tetszett. És csökkenti a lepedők képződést, ennek az annak tulajdonsága még. Én a legjobban a Bilka fogkrémeket szeretem. A DM-ben és a Rossmannban ugye citromosat, meg narancsosat, meg gréfrutosat lehet kapni, viszont a bioboltban sokkal jobban választék, úgyhogy ha érdekel titeket, vagy tetszik ez a márka, akkor érdemes ott nézelődni, mert hát nyilván ott nagyobb a választék. Ennyi lett volna mára ez az elfogytak videó. Remélem tetszett, ha igen, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek meg, írjatok kommentet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is legyen szép napotok, sziasztok!